Az Eiffel nagydíj pénteki szabad edzésén hivatalosan is bemutatkozhat a Forma 1-ben a 7-szeres világbajnok Michael Schumacher fia Mick. A német versenyző 2021-ben már szeretne aktív tagja lenni a mezőnynek, de hasonló célokat tűztek ki maguk elé Schumacher riválisai, Callum Aylott és Robert Schwarzman is. Mindhárom ifjú titán a Forma 1 előszobájának számító Forma 2-es sorozatban vitézkedik idén. 4 versennyel a bajnokság vége előtt a pontversenyt Schumacher vezeti Aylott előtt, míg a szintén a Ferrari akadémiáján pallérozódó Schwarzman az 5. helyet foglalja el a tabellán. Az Eiffel nagydíj pénteki nyitóedzésén Schumacher az Alfa Romeo, Aylott pedig a Haas autójával körözhet majd, így először vehetnek részt hivatalos Forma 1-es verseny hétvégén. Schwarzman majd Abu Dhabiban kap hasonló lehetőséget valamelyik istállótól. A nagy bevetésre való ráhangolódásképp nemrég a három tehetség Fioránóban körözhetett a Ferrari 2018-as SF71H kódjelű versenygépével. A szerdai tesztnapon Schwarzman ült először autóba, a 21 éves orosz tehetség először vezethetett Forma 1-es versenyautót, délben aztán Aylott váltotta őt. Ő tavaly a spanyol nagydíjat követő teszten már vezethette az Alfa Romeo versenygépét, F1-es Ferrarit azonban ő is most próbálhatott ki először. Délután 3 órakor aztán Schumacher következett, aki már igencsak rutinosnak számít a Forma 1-es versenyautók terén. Számos alkalommal vezette már édesapja korábbi autóit, tavaly pedig a Ferrarival, illetve az Alfa Romeoval egy-egy komplett tesztnapot is teljesített. Azt gondolom, nagyon hasznos volt ez a teszt a Nürburgringi bevetés előtt, szóval szeretnék köszönetet mondani a Ferrarinak, illetve az akadémiának. Lehetőséget kaptam arra, hogy még jobban megismerjem, hogyan működnek ezek az autók. Most már pontosan tudom, hogyan kell vezetni az autót, és egy lépéssel közelebb kerültem ahhoz, ahogy majd a Nürburgringen vezetnem kell. Természetesen magabiztosabban ülhetek majd ott autóba, és tudom, hogy mit kell tennem. Nagyon várom már a németországi nyitóedzést, először vehetek részt F1-es edzésen, ráadásul hazai környezetben, ami igazán különleges lesz. És az is nagyszerű, hogy az Alfa Romeo-val tehetem ezt meg. Vannak néhányan a csapatnál, akik édesapámmal is együtt dolgoztak, és ez most egy remek lehetőség lesz arra, hogy jobban megismerjem őket, és lássam, hogyan dolgoznak, ahogy azt tettem egyébként egy éve Bahreinben is. A Forma 2-es sorozat következő és egyben utolsó állomása Bahrein lesz. November utolsó, illetve december első hétvégéjén szerepelnek majd ott a fiatalok.